A kormányfő a Karmelita Kolostorban tartott rendezvényen kiemelte: ha a kellő távolságtartással, indulatok nélkül tekintek vissza az elmúlt időre, az látható, hogy 2010 előtt a magyar vidék a legnagyobb vesztesek közé tartozott a forráselosztások, a fejlesztések, a beruházások és a modern szabályozás megalkotása szempontjából. A miniszterelnök közölte, 2010-ben Fazekas Sándor miniszterként arra kapott megbízást, hogy talpra állítsa a magyar vidéket. Kellő távolságtartással, indulatok nélkül és hűvösen akarunk visszatekinteni a mögöttünk hagyott időszakra, akkor kellő önuralommal azt mondhatjuk, hogy 2010 előtt a magyar vidék a legnagyobb vesztesek közé tartozott. Tehát a 90 és 2010 közötti időszakot, ha ágazati szempontból megnézzük, ki nyert, ki veszített, melyik ágazat jutott előre és melyik csúszott visszább, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar vidék az vesztese volt. A forráselosztásoknak, a fejlesztéseknek, a beruházásoknak, a modern szabályozások megalkotása szempontjából is háttérbe szorult, és ezért 2010-ben a Sándor nem kevesebbre, miniszter úr nem kevesebbre kapott megbízást, így is fogalmazta meg, amikor először beszéltünk az ő lehetséges miniszteri mandátumáról, hogy nem agrárminisztere van itt nekem szükségem, meg a hazának sem agrárminisztere van szükségem, egy emberre van szükségünk, aki talpra állítja a magyar vidéket. És erre szerződtünk a Sándorral, és ha végigolvassák ezt a könyvet, akkor nem kell meglepődni, hogy kiterjesztően értelmezte a Sándor a feladatot, nem csak a legszűkebben vett agrárterülettel foglalkozik, hanem sokkal szélesebben, mondjuk úgy, hogy a magyar vidék helyreállításának dimenziójából választotta ki azokat a témákat, amelyek egy-egy fejezetnek a tárgyát adják. Úgyhogy kellő szerénytelenséggel azt kell mondanom, hogy azért ülünk mi most itt ketten a Sándorral ezen a könyvbemutatón, mert sokat tettünk annak érdekében, hogy legyen miről könyvet írni. Amit ugyan kicsit szerénytelenül, de nyugodtan nevezhetünk úgy, mint egy minimum elfogadhatónak minősíthető kísérletet a magyar vidék talpra állítása érdekében. Hangsúlyozta, azóta a termőföldet megvédték. A mezőgazdaság jelentős lehetőségekhez jutott, s nincs messze az, hogy azt lehessen mondani, egy magyar faluban ugyanolyan minőségű életet lehet élni, mint a fővárosban. Ugye ezt a könyvet többen írták, de a gazdája mégiscsak Fazekas Sándor. És ugyan, ahogyan ő fogalmazott a tudományosság nyelvén, van ez itt megírva, de sajnos a szerző sosem tudja teljesen elrejteni saját magát, semmilyen tudományos megközelítés, táblázat vagy számsor mögé sem. Tehát ezen a könyvön átüt az a tény, hogy ezt a volt karcagi polgármester írta, akinek a közéleti pályafutása ott kezdődött Karcagon, ami agrár szempontból egy kivételesen értékes része Magyarországnak, és onnan jött a Sándor utána 8 éven keresztül miniszternek az második és harmadik kormányomba. Ez fontos dolog. De Gaulle mondta egyszer azt, szerintem ez az állítás egyébként e tekintetben hozzánk hasonló ország Franciaország, mármint az agrárium fontossága, jelentősége és külön politikai képviselete szempontjából, ő mondta azt, ami szerintem a mi szerzőnkre is igaz, hogy a föld nem hazudik. Tehát ezt a könyvet egy karcagi ember írta, akit a jó sorsa a miniszteri székbe emelt. És ez végig érzékelhető a könyvön, nem tudományos távolságtartással megírt könyvről van szó, kétségkívül számsorok, adatok szerepelnek benne, de mindenki láthatja, hogy aki ezt a könyvet írta, az a magyar vidéket és a magyar mezőgazdaságot szereti, mert onnan jön. Orbán Viktor kifejtette, a magyar férfi ember archetípusa a gazda. A vidéki ember ugyanis úgy gondolkodik, hogy van egy terület, annak van határa. Világos kiterjedése és az ottani életminőségért, rendért, a területből való megélhetésért, a dolgok menetéért ő a felelős, magyarázta. Hozzátette, van felelősség, de nem korlátlan, nem absztrakt. Magyar férfi ember archetípusa az mégiscsak a gazda. Ezzel senkit sem szeretnék kirekeszteni a magyar férfiak közösségéből, de ha alapvetően ránéz az ember egy magyar férfi, és megpróbál megérteni, hogy mit gondol, miért úgy viselkedik, hogy viselkedik, akkor valahogy ez mégiscsak az ősi időkbe, a gazda ösztönök világába visz bennünket vissza. Mert ugye egy vidéki ember, még ha
nem egy olyan elegáns nagyvárosból is származik, mint Karcag, hanem egy kis faluból, mint én. Ugye mégiscsak hasonlóképpen a karcagiakhoz úgy gondolkodik, hogy van egy terület. Ennek a területnek van határa. A világos kiterjedése van, és ez a területen belüli életminőségért, a rendért, az abból való megélhetésért, annak a szépészeti vonatkozásaiért, egyáltalán a dolgok menetéért, azért ő felelős. Tehát van felelősség, a felelősség nem korlátlan, nem elméleti, nem absztrakt, nem valahol lebeg, hanem itt, és most ezen a területen ő a felelős. Az emberért, aki ott van, az udvarért, a kutyáért, a macskáért, a veteményesért, a szőlőért, meg a gyümölcsfákért. Ezeknek az összeműködéséért is. Hogy az egészből rendezettség és harmónia legyen. És ez dolga egy magyar férfinak, hogy ha van háza, és akkor így kell lennie. És szerintem ebből a gazda felelősség érzetéből érthető meg, hogy a magyar politikának miért adott a magyar vidék olyan sok jó államszervezőt és olyan sok jó államvezetőt. Mert az államról is pontosan ugyanígy kell gondolkodni, mint hogy az ember gondolkodik vidéken a saját portájáról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, hasonlóképpen ebből a természetes adottságból fakad az agráriumból a politikába emelkedett embereknek az a gondolkodásmódja, ami mindig a feladatra összpontosít. Ugyanis a dolgokat, ebből a gazda ösztönrendszer, a dolgokat el kell végezni. A dolgokról nem beszélni kell, lehet, hogy esténként az is belefér, de napközben a dolgokról nem beszélünk, napközben a dolgokat elvégezzük. A feladatok valóságosak, egyértelműek. És ha nem végzed el, akkor annak világos következménye van. Mert az állat elhullik, a termény megrohad, a házad meg beázik. És ezzel ellen egyetlen orvosság van, a reggel fölkesz és elvégzed a dolgodat. Fazekas Sándor a kötet társszerzője felidézte. Orbán Viktor két éve aktuális témákról beszélgetve azt mondta neki, írjon monográfiát a mezőgazdaságról. A munka során aztán kiváló szaktekintélyeket kért fel a közreműködésre. Úgy vélte, a fő célnak megfeleltek, hiszen az volt a kiinduló pont, hogy a 2010-2018 közötti időszakról átfogó képet nyújtsanak, olvasmányos, de tudományos igényű műveket készítsenek. A kötet kezdeményezőjének, miniszterelnök úrnak mondtam, hogy hát egy monográfiát általában egy szerzői munka közössége, tehát többen írnak, és a témája pedig, hogyha a 2010-18 közötti agrárium történet egy félmúlt, egy közelmúlt, akkor célszerű azokat a kiváló szaktekintélyeket fölkérni, akik itt vannak velünk az asztalnál, Alvinsz professzor urat, Kurusz professzor urat, Jóját helyettes államtitkár urat gondoltam, hiszen az ő területük esik egybe azokkal a legfontosabb történésekkel, amely egy intézkedés centrikus, tehát egy gyakorlatias monográfiánál szóba jöhet. És így aztán elkezdődött a további munka, és én köszönöm miniszterelnök úrnak azt, hogy a kötetbe ért egy nagyon figyelemreméltó bevezető részt, és azt, hogy a mostani könyvbemutatót is elvállalta. Nagyon sokan segítették a munkánkat, a kiadó Bácska István, Fehér György úr a szerkesztő, és a könyvnek a különböző részeit, grafikonokat, belső részeket, szövegrészeket, Keszthelyi Szilárd, Polkláb Eszter, Szili Viktor és Szlovák Sándor munkájával segítette. Közreműködtek még körülbelül 20-an, akik a kötetben megtalálhatóak fotókkal, szövegelemzéssel, különböző grafikákkal, címlappal, borítóval a legkülönbözőbb területeken. Segítségüket ezúttal is szeretném megköszönni. A kötet ismerteti a magyar mezőgazdaság rendszerváltás előtti évtizedeit, illetve a rendszerváltástól Orbán Viktor második kormányának megalakulásáig terjedő időszakot, de az új földtörvény előzményeivel visszanyúlik egészen a 20. század közepéig, a TSS-esítés időszakáig. A 2010 utáni évek történéseit áttekinthető kronológikus sorrendben tárgyalja, majd foglalkozik az agrárdiplomáciával és az agrár közigazgatás változásaival is.